Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Következő beszélgetés előtt engedjenek meg egy kis visszaemlékezést, a féle nosztalgiázást. Sok évvel ezelőtt volt, amikor egy vidéki sportcsarnokban lehettem jelen egy ünnepségen, ahol valami probléma volt a hangosítással, de megoldotta egy roppant fiatalember, kiállt a színpadra, de úgy keményen, és elengedte a hangján úgy a himnuszt, hogy ott remegtünk mindannyian, és kaptuk fel a fejünket, hogy ki lehet ő. Aztán persze megismerkedtünk, és önök is ismerik, itt is itt az ide, hogy be is mutassam vendégünket, Ignác Attilát. Köszöntelek, Attila! Jó estét kívánok, vagy jó napot, nem tudom, köszöntöm a nézőket, köszönöm, hogy itt lehetek. Emlékszel erre a sztorira? Én annyiszor felhoztam már. Igen, nagyon sokszor felhoztad, és nem emlékszem rá, sajnos. Nekem minden esetre beégett még a hang és a fülembe. Ennek és örülök. Nagyon örülök, hogy ide majd vissza fogunk térni. De ugye akkoriban, amikor így énekeltél, és amikor mi megismertük egymást, és ahogy a pályád elindult, tulajdonképpen az egy együttes volt. Igen, persze, Cicó Attila barátommal ez egy diák zenekar kezdemé, tehát úgy indult ez az egész, Nagy István tanár úr vezetésével a Gárdonyi iskolában, hogy akkor gyertek kölkök, akkor zenéljünk. És akkor mi elkezdtünk zenélni, és hát minden onnan kezdődött. Egyébként maga a zenélés és az éneklés az úgy családból hozott, vagy akkoriban úgy divatból kezdted el? A családban nem volt zenész, illetve nem igaz, mert anyukámnak a féltestvére, a Jumbi József, Józsi bátyám, ő neki voltak ilyen zenés, tehát ő folyamatosan zenélt, és ő ilyen vendéglátó zenész volt. De remekül játszott tangóharmonikán, szépen énekelt, néha még én is elmentem velük, amikor már ilyen 20 éves voltam, elmentem velük egy-egy hakniba, de a családban más nem volt. Az ilyen. Éneklés mellett melyik volt a hangszered? Én basszusgitároztam, mert mindig kiosztottuk a zenekarba, hogy a Horváth Csabi volt a dobos, Cicó Attila gitározott, kéne egy basszusgitár, az lettem én. Most aféle diák zenekar volt, ahhoz képest azért igen sok időt töltöttetek ezzel már annak idején. Nagyon sokáig játszottunk együtt, hát ez mit tudom, 1983-ban indult ez az egész, amikor még általános iskolások voltunk, és valójában ilyen 1993, tehát az a 10 év, az nagyon intenzív volt. Mi nagyon sok helyen játszottunk, különböző középiskolában is, nagyon sok rendezvényen játszottunk, különböző formációkban, akkor, amikor már ugye nem volt zongorista, kellett egy zongorista, bejött a képbe Romhányi Áron, akiről majd még most lesz szó, aki még akkor a szárnyait bontogatta. Később akkor Cicó Attila, amikor már más úton járt, akkor bejött a zenekarba Csóka Péter gitározni. Ott is egy remek néhány évet töltöttünk együtt, úgyhogy ez az egy intenzív 10 év volt. Sőt, hát több is, 10 valamely. Az Óriások Kis Törpék zenekar annyira közkedvelt volt a Velencei tó környékén, hogy sok év után, mondhatni évtized után, nem olyan régen újra színpadra álltatok, és bizony ott volt a törzs közönség. Hát mi ezt egyrészt vártuk, valahol egy picit azért vártuk is, de hát óriási élmény volt. Óriási élmény volt. Hidd el a nézők között is, de térjünk vissza azért a te pályádra. Amikor elkezdtél zenélni, akkor benned volt, illetve amikor voltak ezek a boldog évek a csapattal, benned volt, hogy esetleg ez lesz majd neked az utad? Mindig bennem volt, hogy ez lesz az út, csak hogy melyik formában az nem volt bennem. Volt egy, ezeket én visszahallok dolgokat, amiket most fogok mondani, lehet, hogy meg sem történt, ezt én úgy hallottam vissza. A Bokával volt egy beszélgetésünk néhány éve, itt a rádióban, és én nem is értettem azt a mondatát, amit mondott, hogy Ignác Attilával beszélgetünk, akiről Kolozsvári Kende azt mondta, hogy világsztár lehetne, ha igazán akarná. És én így ültem, én nem emlékszem erre, hogy a Kende ilyet mondott volna. Bárpedig, ha mondott, ő nem szokott csak úgy a levegőbe beszélni. Aki ismerte, az biztosan tudja. Egy ilyen dolog. Amikor a Dorottya című musicalt csináltuk, ugye Gregor József volt a fővédnöke a darabnak. Én nem tudtam ezt, hogy ő azt tervezte, hogy én menjek el Szegedre tanulni, énekelni. Például. Nem véletlenül hagyott nyomot bennem is ez a bizonyos himnusz. Igen. Aztán volt még egy egyszerű musical haknink valahol, ahol a Operett Színház művészeivel együtt öltöztünk egy öltözőbe. És ugye
két nadrágváltás és ingváltás között a Bozsó József mondta, hogy ti kik vagytok, azonnal gyertek az operettbe felvételizni. Most a fő probléma az volt, hogy én ezen így mindig átsiklottam, hogy ó, hát érdekel ez engem. Önbizalmad nem volt elég hozzá, vagy tényleg nem foglalkoztatott eléggé ez? Önbizalmam lett volna hozzá, de nem foglalkoztatott eléggé. Én tudtam, hogy valami van, nekem az elég. Ez a valami, amit kaptam valahonnan, és igazából nem foglalkoztam ezzel. És akkor ilyenkor mi volt a terv, minek készültél, mi lesz belőled, hogyha ezt úgy félretetted? Nem készültem akkor még semmire. Egyszer csak 24 éves koromban jött ez a lehetőség, hogy én csinálhatok egy ilyen céget. Mert ez a technikai dolog is érdekelt. A rendezvénytechnikáról van szó természetesen. Én akkor már dolgoztam zenekarok. Persze, mondjuk a Cicó Attinak a Józsefes zenekarával, meg hát beszálltam egy-két dologba technikailag is. Van erről egy jó sztorim. A Tóparti Napok nevű rendezvény, ami számodra nem ismeretlen. Egyszer csak valamikor hajnalban, még kint a termálfürdő mellett ott volt egy kastély, lehet, hogy még most is ott van, nem tudom, ott volt a rendezvény javarésze, és ugye hajnalban éjszaka ott voltunk, és a Cicó Atti mesélte, hogy kinézett reggel az ablakon, és azt látta, hogy én állok a felszerelésnél, kettő darab kábel a kezemben, és rettenetesen bajlódom, hogy ezeket most vajon hova kell bedugni. De szóval ilyenek is voltak, tehát onnan indult ez az egész, és akkor hát ilyen 24 éves koromban jött egy ilyen lehetőség, hogy én csinálhatok egy ilyen céget. Azért ezt meg kellett tanulni, hiszen a technika az nagyon-nagyon fejlődik, azért gondolom, és hogy hol tanultad? Nem tanultam sehol magamtól. De van egy érzéket hozzá, meg a zenekarnál azért gondolom ott már... A zenekarnál ezeket alapvetően meg kellett csinálni, persze, de úgy én ezt nem tanultam sehol. Felépítetted tehát a rendezvénytechnikai cégedet, Székesfehérvár jó részt innen ismerhet téged, hiszen nagyon-nagyon sok rendezvényen láthattunk itt is. Abban mi volt az élvezet? Tehát mikor érezted azt, hogy na most ez jó volt? Tehát hogyha csenget bongott egy zenekar, vagy egy mikrofon, tehát ott hol találtad meg önmagad? Vagy amikor a számlát átnyújtottad ez? Hát egyrészt ugye ez gazdasági oka is volt nyilván, tehát ott nekem mérlegelni kellett, hogy elindulok ezen az úton, hogy én most tanulok rengeteget, de abból mikor fogom tudni, ugye nekem viszonylag korán lett már családom, tehát 23 éves voltam, amikor már gyerekem volt, és hogy ebből hogy fogom eltartani a családom, abból, hogy én most énekelni tanulok x évig, és akkor vagy beindul, vagy nem. Vagy volt ez, hogy akkor kezdjünk el valamit, amiből gazdaságilag is meg lehet élni. Nyilván sokat töltődünk, mindig azt szoktam mondani, hogy mire egy rendezvényig eljutunk, amire mondjuk ezt felépítjük, tehát most pont nézek itt a képekre, a országalmára például egy Királyi Napok megnyitót, amire felépítünk, addigra már pont azon a szinten vagyunk, hogy nyugodtan el is lehetne temetni minket, mert mit tudom én, 5 napot folyamatosan dolgozunk, csak azért, hogy felépítsük a rendezvényt. De amikor az lemegy pontosan, jól és úgy, ahogy azt elterveztük, az azonnal visszatölt. Abban a pillanatban. Most úgy megkérdeztem volna, hogy nem fog-e hiányozni, de még ott nem tartunk, mert ugye a rendezvénytechnikának köszönhetően jutottál el külföldre is. Így van. Ahonnan ez az egész őrület indult. 2012-ben mi beszálltunk egy Johann Strauss gála turnéba, ami akkor még csak Németországban turnézott, későbbiekben aztán már voltak dániai helyszínek is. És ott ugye ez egy Johann Strauss gála volt, aminek mi a technikai háttérét biztosítottuk, turné jelleggel, minden nap másik városban, őrületes fizikai és mentális kikészülés, ez az egész. De csináltuk, mert akartuk csinálni, meg akartuk tapasztalni, hogy mi ez. És ugye ezekkel a Strauss dalokkal én nem nagyon találkoztam előtte. Hát ezek óriási slágerek mindegyik. Ugye ott kellett, hogy szembesüljek vele, hogy ez mi? Hát ez a fülbe mászónál egy fokkal még magasabb is. Roktól Straussig, akkor ezek szerint. Igen, igen, igen. Ezt a turnét egyébként egy 1978 óta Grácsban élő magyar házaspár, Galamb Erika és Galamb Zoltán szervezték. Mi egy másik cégen keresztül kerültünk bele, és akkor benne maradtunk egészen 2017-ig, amikor szinte minden évben, januárban turnéztunk ezzel. És ugye én meg olyan vagyok, hogy bennem ezek a dallamok megmaradnak,
És a következő sztori volt, valahogy toltam a kábeles ládát, és van egy nagyon kedves dalom, amit ugye a tanárom Galamb Zoltán énekelt szólóban, ez a Cigánybáróból a zsupán belépője. És ennek a refrénje az nagyon megragadt bennem, és ahogy toltam a konténert, vagy csináltam a dolgom, ezt énekeltem. Ami nagyjából így szól, hogy Mein Idealen Lebensberg. Ez egy ilyen kedves dallam, németül. Ami arról szól, hogy zsupán gyakorlatilag disznókat nevel, és ezt bontogatja ki ebben a dalban. Elég meglepetést lehetett, miközben ott a technikát szereli. Így van, És akkor jött Erika, producerasszony, és mondja, hogy Attila, te tudsz énekelni? Mondom, nem, inkább csak szeretek. Mert hogy a tenorok végüket járják, éppen a társulatban, tehát beteg volt minden tenor, és azt mondta, hogy be kéne ugrani egy számra. Német nyelvterületen, németül, ismeretlen dalt, egy nap alatt. És mondtam, hogy bolond vagyok, de ennyire nem. Mondom, legalább egyet próbáljunk rá. És hát nyilván ebből nem lett semmi, nem merték ők sem megkockáztatni, meg hát valljuk meg őszintén én sem. Mert volt akkoriban gyakorlatilag, tehát a technika mellett azért énekelgettél? Nem. Én maximum, amit énekeltem, az ugye musicalek voltak. De ezeket a Strauss dalokat, ezeket teljesen más hangképzéssel kell énekelni. Ezt már a kvázi, majdnem csak operás hangképzéssel, nekem azt meg kell tanulni, hogy az a hang honnan jön. Ki jön-e az a hang belőlem? Mindenesetre ez volt az a pillanat, amikor először elkezdtél azon gondolkozni, hogy akkor most valamit csak kell kezdeni ezzel? Igen, mert ott elkezdtünk beszélgetni aztán ezután, tehát nem hagytuk ezt annyiban. Zolival is, aki ugye, aki most is a mesterem, hogy nézzük meg, hogy megvan-e az a hang nekem. Hát ugye, aki tudja, vagy hallja, vagy hogy máshogy kell táncdalokat énekelni, és máshogy kell mondjuk ezt a fajta Strauss dolgot énekelni. Tehát mondjuk táncdalokat énekelünk, azt mondjuk, hogy Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Vagy azt mondjuk, hogy Ja, das schreiben und das lesen. Tehát egész máshonnan jönnek a hangok, és ezt kellett megtanulni. Erre voltak kíváncsiak ők is, hogy nekem ez meg lehet-e, mert akkor én lehetnék egy saját nevelésű tenorjuk. Mindig az volt a baj, baritonnak ott volt Galamb Zoltán, egy zseniális ember, egy zseniális színpadi ember, egy zseniális énekes. A tenorokat nem tudták összeszedni. Az utolsó turnénkban hoztak egy olyan tenort, aki aztán beverte az utolsó szeget a turné koporsójába, és utána nem is hívtak már minket. De én akkor még nem álltam erre készen. Talán még most sem állok rá készen, de most már elvállalnám. Valójában most beszélgetésünk apropója a közösségi médiában egy bejegyzésed, amiben elköszönsz a rendezvénytechnikától, és bejelented, hogy a hangodat próbálod továbbfejleszteni, és megmutatni már, hogy meddig jutottál. Most tulajdonképpen hány éve tanulod ezt a fajta éneklést? 2017-ben kezdtünk el tanulni. Akkor kezdtem el Grazban járni hozzájuk. Ők azt mondták, hogy ingyen is vállalják, hogyha én kimegyek, mert hogy ezt meg akarják nézni, mert ők úgy hallják, hogy van ebbe valami, de meg akarnak bizonyosodni róla, hogy ez tényleg megvan-e. És akkor, hogy én lehetnék egy ilyen saját nevelésű kvázi tenor. Azóta megy. Aztán ugye bejöttek ezek a 2019-ben szinte nem is tudtam vele foglalkozni, mert elszméletlen mennyiségű munkánk volt, rendezvényes munkánk. Ugye 2020-21-et egyelőre ismerjük, hogy miért nem. Most viszont ennek a koncertnek a kapcsán, amiről majd beszélünk, ugye elkezdtünk újra online órákat venni és tanulni, és rengeteget dolgoztunk ezen a műsoron egyelőre. Tulajdonképpen a cél az az opera, de ami most megvan, ugye a Straussnál nem feltétlenül az a típusú opera, de az operákon belül mi az, ami érdeket? Például van szerepálmod? Nincs. Nincs. Engem ezek a nagyívű slágerek érdekelnek, amit mit tudom én, el lehet énekelni. Tehát ez a
Ez például lesz a műsorban, ez a hegedű tanár, Il Maestro di Violino nevű. Che cosa mi sta succedendo? Una tenerezza che... Tehát Zoli is mondta, hogy nekem ezek a nagy ívű dalok nagyon jól állnak, amiket ilyen nagyon lehet énekelni. Most beugrott még egy emlék tőled akkor ezzel kapcsolatban, az Evita. Ja, igen. Az is nagy siker volt, és az már egy olyan dal volt, ahol azért úgy ki kellett engedni magad. Ilyen ünneplő éneklő vagy. Én abszolút az vagyok. Tehát én nem akarok ilyen óriási, meg nem is feltétlenül, nem biztos, hogy cél nekem az opera. Tehát ha egy ilyen Strauss gála turnéban Németországban, Dániában énekelhetek egy 2000 fős színházterembe, akkor a színházterem volt, hogy a színpadról nézve nem láttam a technikai helyiséget. És ott egy 2000 fős állótapsos rendezvényt csináltak, amikor én még ugye csak technikus voltam. Tehát az valami elképesztő érzés lehet ott énekelni. Az, hogy most ezt a nagy váltást meghozott, tehát a rendezvénytechnikát elengedett, a jelenlegi helyzet is benne van? Tehát, hogy végül is, mint rendezvénytechnika nem volt dolgod az elmúlt egy évben. Ez sem igaz így. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, nem engedem el, mert ugye van szerencsére, hála Istennek, jó pár állandó megrendelőnk, akik azért próbálkoznak folyamatosan. Tehát ezeket megtartod? Megtartom. És tavaly is mi, amikor elengedték a rendezvényeket, nagyon sok 500 fő alatti rendezvényünk volt, tehát gyakorlatilag az újabb őszi korlátozásig mi folyamatosan dolgoztunk. És ez valószínűleg idén is így lesz. Vannak már megkeresések, vannak dátumok, reméljük, hogy be is jön. Tehát valamilyen szinten ezt megtartom, csak már nem fogom ezt tovább építeni. Tehát az az eszközmennyiség, ami most megvan, azt már én nem fogom fejleszteni. Tehát ilyen szinten megtartom itt, és ha le kell építeni, akkor inkább majd lefelé építek, mint fölfelé. Most hogy építed az énekesi mi voltodat? Tehát gyakorlatilag mennek az énekórák? Mennek az énekórák, és ugye most van egy kitűzött koncert dátum, ez az úgynevezett május 22, amit nagyon szeretnénk már ugye közönség előtt megcsinálni a Halászkastélyban. Ahol ugye a Halászkastély összes termeiben körülbelül 100-an férnek el, aki le tud ülni. Tehát viszonylag nagy eséllyel talán azt mondhatom, hogy ezt meg tudjuk már csinálni élőben. Milyen az akusztikája a kastélynak? Teljesen jó, abszolút. Hát dolgozunk már ott 2-3 éve, különböző rendezvényeket csináltunk, és meg lehet szépen szólalni benne. Fogunk beszélni még erről a bizonyos koncertről, hiszen itt majd még neveket is kell említeni, és sok minden más. Beszéljünk egy kicsit a mesteredről. Nem először érzem azt beszélgetésben, hogy rettetesen közel állsz hozzá. Hát ez elképesztő. Én azt szoktam mondani, ugye édesapám 2004-ben elhunyt, hogy ő egy ilyen második apám nekem. Tehát ahogy ő hozzám áll, az ilyen elképesztő érzés. Tehát nem tudom, hogy nem is tudom... De egyébként ő egy teljesen egy ilyen szívlélek ember, hogyha esetleg a bejátszásból majd ki fog derülni. Ide próbáltam kiukadni, szerintem talán itt van az ideje, hogy egy kis bejátszást mutassunk a nézőknek. Ez a bejátszás arról szól, mi ugye úgy kezdtünk el most ezt a műsort tanulni, hogy a dallamról még szó nem volt. Tehát arról, hogy most ezt hogy fogom énekelni, szó nem volt arról. Úgy kezdtük el, hogy nézzük meg, ki írta a számot, mikor írta a számot, miért írta a számot, mi ennek a dalnak a története, és kezdjük el a szövegét, szóról szóra. És ugye ez a bejátszás arról is szól, ez a tegnapi énekoránk, egy zoomos felvétel, arról is szól, hogy ő szerinte nem elég jól elénekelni egy dalt, hanem azt el kell a dalba mondani, hogy miről szól. És erről szól ez a másfél perces bejátszás, hogy ő mit gondol erről. Egy olyan ember beszél magyarul, aki 1978 óta Grazban él. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes ezt a pár szót tőle meghallgatni. Kérjük akkor a kollégákat, hogy mutassák meg nekünk ezt a bejátszást. Egy nyelv. Az valami szép dolog. Bár a világ nem tudom én hány száz nyelve, ami van, ezek egészen fantasztikus dolgok, most mindegy, hogy magyar, vagy német, vagy orosz, vagy kínai, ez a kommunikációnk, amivel megértjük egymást. Lebonthatjuk úgy is, hogy ez ilyen
szavaknak a tömkelege, a szavak meg betűk tömkelege, de ez a kommunikáció. És hogyha már ezt megbeszéltük, illetve hogyha kitalálta valaki, vagy valakik kitalálták, akkor érdemes ezt ápolni. És üzenem komolyan holnap a televízióban, meg bárhol a kollégáknak, kolléganőknek, hogy igen, érdemes ebben a fölöslegesen rohanó világban is erre egy picit figyelmet adni, és megállni, hogy ja, oké, erre azért szükség van a helyes kiejtésre. Ezt érdemes olyan szeretettel egy nyelvet ápolni, mint egy csecsemőt, mint egy bébit. Nagyon, nagyon, nagyon megszívelendő volt, és közben arra gondoltam, hogy ő nem csak énekelni tanul, és nem azt várja, hogy énekelj, hanem agyból, és nem csak tüdőből, hanem agyból és lélekből. Jó, igen, érzem? Ő abszolút ezt várja. Abszolút ezt várja tőlem. Hogy ez mind meglegyen. És, igen. És mennyire tudod ezt elfogadni? Mennyire tudsz azonosulni ezzel? Én úgy látszik, többször mondta, hogy én ilyen szempontból nagyon jó tanítvány vagyok, mert én nem csak, hogy megfogadom, amit ő mond, hanem hogy abszolút vissza is tudom adni ezeket a dolgokat. Meg tényleg, tehát én azt gondolom, hogy én egy ilyen abszolút szívember vagyok, tehát hogy a szívével lát jól igazán az ember. Tehát vannak dolgok, amin nem kell gondolkodni. Térjünk rá a koncertre. Mert azért ez egy nagy lépés lesz az életedben, tulajdonképpen ebben a stílusban először mutatod meg magad a közönségnek. Mire számíthat, aki részt vesz ezen a koncerten? A koncert létrejöttéről még pár szót mondanék. Ugye én 2017 óta dolgozom a Halászkastély rendezvényein, ugye köszönettel Roddy Chester igazgató asszonynak. És én úgy beletettem a bogarat a fülébe, hogy én járok, tanulok, és hogy most ugye a klasszikus mellett ugye ezeket az úgynevezett evergreen slágereket is tanulgatom, és hogy egyszer majd lehet, hogy megmutatnám. És akkor ezt minden évben elmondtam, és akkor most a Halászkastély csinál egy online rendezvénysorozatot, aminek, ugye minden hónapban egy rendezvényt, aminek ez a koncert lenne ugye a májusi rendezvénye. És akkor tanakodtunk, hogy mi legyen, milyen műsort csináljunk, milyen zenekart hívjunk, és amikor Eszter azt mondta, hogy tessék, most csináld meg a Sinatra. Tehát Sinatra dalok. Javarészt, de hazudunk, mert nem csak Sinatra dalok lesznek benne, de ezt nem akarom elmondani, más egyéb, tehát könnyűzenei slágerek is lesznek benne. Lesz, ugye közreműködik Szabó Béla barátom, aki szintén segít nekem énekelni, énekelünk duettet, énekelő szólóban is. Úgyhogy picit hazudunk, de a javarésze a műsornak Sinatra. És akkor itt már a társak is megjelennek valójában, hiszen nem tudtam volna elképzelni, hogy playbackről, vagy akár egy bejátszás alapján énekelne Ignác Attila, úgyhogy élőzene. Szigorúan élő zene, igen. Nagyon köszönöm mindenkinek, minden zenésztársamnak, aki ezt vállalta, és nyilván mindjárt el is fogom mondani, hogy kik ők. De ez visszamennék oda, hogy augusztus, illetve július végén Ocsenás Katival, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Művelési Központ vezetőjével csak beszélgettünk valami egészen más dologról, amikor is azt mondta, hogy figyelj, gyere ide, van itt egy állás, nem akarsz? Olyan bizonytalan itt minden helyzet, hogy akkor van itt egy állás. Szó nélkül azt mondtam, hogy de beszéljünk róla pént vagy hétfőn. És én azóta művelődési ház alkalmazottja vagyok. És mint alkalmazott, nagyon sok úgynevezett ilyen online dolgot csináltunk, tehát hangfelvételeket készítettem, streameltem, és itt ismerkedtem meg, illetve hát régóta ismertem Horváth Márkot, aki a koncertnek a gitárosa lesz. És a Márkékkal csináltunk, Márkkal, Jász Andrissal csináltunk egy tavaszi szélfeldolgozást a Magyar Kultúra napjára, ami remek lett, én annak a hangfelvételét csináltam, de egy remek jó zene lett, és úgy gondoltam, hogy ők ketten alkothatnák ennek a zenekarnak a magját, illetve a zongorista személyével kapcsolatban Fekete Bálint, régi zongorista barátom, aki még a régi musical show-kban is zongorázott, ő volt, csak sajnos ő covidos lett, jelen pillanatban is kórházban kezelik.
és akkor megkértem az én Romhányi Áron barátomat, hogy akkor segítene nekünk ebbe a dologba, akik, hát ugye ezer éves múltra tekintünk vissza mi ketten, és mondta, hogy hát persze, nyilván. Illetve lesz egy hegedűs hölgy, Balogh Brigitta, aki egy-két számban hegedűvel fogja. Például az előbb említett Hegedű tanár című dalban is. Izgatottan várjuk a koncertet, és úgy hallgattalak volna még, de sajnos, ha hiszed, ha nem elszaladt az idő. Bízom benne, hogy találkozunk majd még itt ebben a stúdióban, és énekelni is hallhatunk. Reméljük, hogy így lesz. Nagyon köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Ignác Attila volt a vendégünk. Köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!